Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Pécsi Ír Gyula Általános Iskola nevében. Iskolánk mottója Szent Györgyi Albert rövid idézete: olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája. Én úgy érzem, hogy ma a mi iskolánk jó. Nagy szeretettel várom minden kisgyereket, aki szeretne az intézményünkben élményszerűen tanulni. Nézzék meg az iskolánkra szóló rövid kis bemutatkozó filmünket. Iskolánk a Rózsadombi lakótelep közepén helyezkedik el a Málomhegyi út 1-es szám alatt. 2019-ben ünnepeltük intézményünk fennállásának 30. évfordulóját, mely 2011-ben teljes szerkezeti felújításon, korszerűsítésen esett át. A 16 tantermes intézményen belül, de teljesen önállóan egy háromcsoportos óvoda is működik. Iskolánk rendelkezik külső sportpályákkal, foci, kosárlabda és futópályával, valamint öltözővel felszerelt tornacsarnokkal, mely két részre osztható. Így egyszerre több csoportnak tudjuk biztosítani egy időben a testnevelés órát. A mindennapos testnevelés bevezetésével ez biztosítja a tanórák szakszerű megtartását. Az épület több oldalról is biztonságosan megközelíthető gyalogosan, hisz védve vagyunk a gépkocsi forgalomtól. Az épületbe belépve, a porta ellenőrzésen átjutva a tágas, világos aulánkba jutunk, ahol az iskolai ünnepélyeket, megemlékezéseket, közös megbeszéléseket tartjuk. Itt tartjuk a szülők-nevelők bálját, a farsangi mulatságot, a Halloween-t, illetve a felsősöknek a diszkót is. Az aulából nyílik iskolánk könyvtára, külön olvasóteremmel, ahol a könyvtári órákon kívül a szünetekben vagy a délutáni órákban csendes olvasásra, kutatásra is van lehetőség. Az Agócsi László Zeneiskola is az olvasóteremben tartja a zongora órákat. Tanulóink szívesen kölcsönöznek otthoni olvasásra könyveket. Az első emeletre érve a bal épület szárnyon az alsó tagozatosok osztályai és mosdói találhatók. Velük szemben az igazgatói, helyettesi és titkársági irodák helyezkednek el, melynek falait stílusosan sárkányok díszítik, ami nem a valóság, csak a mese, hisz meseiskola vagyunk. Így mindig szem előtt vannak nebulóink. A tanári szoba előtti kivetítőn diákjaink minden nap figyelemmel tudják kísérni az esetleges helyettesítéseket is, ahová nagy érdeklődéssel sétálgatnak el. Folyosóinkon a komfortérzet, kényelem növelése érdekében raklapokból készítettünk ülőalkalmatosságokat. A hosszú padok is a szünetek kényelmes eltöltését szolgálják. A második emeleti tantermeket is bal és jobb oldali elosztásban az alsó és a felső tagozat birtokolja. Osztálytermeink nagy része okostáblával is felszerelt, vagy projektoros kivetítés biztosítja a modern IKT alkalmazását. De mit is jelent nekünk, hogy meseiskola vagyunk? Az olvasás, a mese, mint személyiségformáló, érzelmeket feldolgozó módszer az alsó tagozattól egészen a kicsi felsősökig végig kísér. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink értő olvasás szeretőkké váljanak, és ez egész életüket végig kísérje. Folyosóink, tantermeink falait meseillusztrációk díszítik, amik tanítványaink és Bencsik Éva tanárnő kezemunkáját dicsérik. Ezekre a felületekre jobban is vigyáznak diákjaink, óvják épségüket. Örökös ökoiskola cím tulajdonosként környezettudatos nevelésünkben a szelektív hulladékgyűjtés a folyosókon, irodákban is megvalósul. Figyelünk az elektromos áram, a vízfogyasztás észszerű használatára, mint energiatudatos iskola. Papír, elem és veszélyes hulladékgyűjtést célzottan szervezünk. Az iskola környékének megtisztítását a Teszed mozgalom keretében is szorgalmazzuk. Rendszeresen veszünk részt faültetési programban, akár az Ökováros Ökorégió Alapítvány, akár a 10 millió fa Pécs és környéke egyesület kezdeményezésére. Minden osztálynak van saját ültetett fája az udvaron, amit gondoznak. Az örökös boldog iskola tudásanyagát gyermekeink mentális, érzelmi fejlődésére fordítjuk. Az alsó tagozat első 4 év folyamán iskolaotthonos keretek között történik az oktatás. A gyerekek terhelése egyenletesen oszlik meg délelőtt és délután. A szabad foglalkozások a tanulók pihenésére, játékos képességfejlesztésére, tehetséggondozására szolgálnak.
Szimpatikusak a tanárnénik, kedvesek a gyerekek, és nagyon szépek az osztálytermek. Azért szeretem, mert ebben a suliban sok kedves tanár van itt, nagyon okosat tudok mindenről, jó tanuló is vagyok, és nem annyira lakok messze, ezért nem kell annyira korán felkelnem. És itt helyben is tanulhatok zenét. A matek a kedvenc tantárgyom. Szeretném a nővérem nyomdokában lépni. Ő is nagyon okos tanuló volt, és én is szeretnék olyan okos lenni, mint ő. Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert sok itt az érdekes foglalkozás, és én sportolóként nagyon büszke rám az iskola. Éttermünkben gyermekeink kényelmesen tudnak reggelizni, ebédelni. Az otthonról hozott ételeket mikrohullámú sütőben tudják megmelegíteni. Idegen nyelvet első évfolyamtól tanulnak diákjaink, negyedik évfolyamtól emelt óraszámban angolt vagy informatikát választhatnak az érdeklődő tanulók. Tehetséggondozás során számos levelezős, internetes és személyes jelenlétű versenyen szerepelnek gyermekeink nagy sikerrel a sport, a művészet vagy egyéb tantárgyi versenyek területén. A tanárok segítenek mindenben, sport mellett, hogyha hétköznap meccsünk van, akkor hogyha van kikérőm, hogy akkor befutoljam az anyagot, ha lemaradok, tudok fejlesztésre járni. És a tesi a kedvenc tantárgyam, mert sokat tanulhatok még így is a kézi mellett. A PTA-nak az egyik iskolájába szeretnék menni, a Szoszibe, gyógymasször és rehabilitációs terapeutának, mert apukám sportmasször, és szeretném én is kipróbálni. És nagyobb céljaim vannak ezzel a foglalkozással. Összetart az egész iskola, és sok programot csinálnak, és hogyha valamiből lemaradunk órán, akkor segítenek osztálytársak is, tanárak is elmondani az anyagot, hogy mi volt. A művészeti és sporttevékenységekhez tanulóinknak nem kell a városba beutazniuk, helyben megoldhatóak a szabadidős programok. Kihelyezett partnerintézményeink kínálatai színesíti a mindennapjainkat, zeneművészet, képzőművészet, drámajátékok és társastánc területén. A 2021-22-es tanévben tervezzük a Berzenagy János Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve a népi játékok néptánc oktatás elindítását, a mindennapos testnevelés órák keretébe beépítve heti két alkalommal első osztálytól felmenő rendszerben. A zene és a tánc nagyban segíti a tanulási képességek fejlődését. Az idei tanévben elindult második idegen nyelvként a német nyelv oktatása szakköri formában. A Határtalanul pályázaton már 40 diákunk vett részt magyar lakta szerbiai többnapos kiránduláson. Erre az évre is pályáztunk, hogy gyermekeink megismerhessék Horvátország magyarok lakta területeit. Pályázatunk elnyerte a támogatást. Együttműködési projektjeinknek köszönhetően tanulóink interaktív tanórákon vesznek részt a Pécsi Állatkertben, a Népmesepontban és a Természettudományos Múzeumban. Az Ismerd meg hazánk történelmi emlékhelyeit és földrajzi nevezetességeit kirándulás sorozat az őszi és a tavaszi időszakban rendszeresen nagy érdeklődéssel és sikerrel valósul meg. Intézményünk nagy gondot fordít az esélyegyenlőség biztosítására. Integráló iskolaként felvállaljuk a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését is, amit a többség támogat. Azoknak, akik úgy érzik, ezzel hátrányba kerül akár a tehetséges, akár a lemaradó gyermek, az élet bizonyítja az ellenkezőjét. Nálunk minden gyermek egyéniség, és ez szerint is bánunk velük. Megértő, empatikus tanítók és tanárok minden eszközt megragadnak, hogy az itt tanuló diákok a hétköznapokban is jól érezzék magukat. Fontos a játszva tanulás, az élmény alapú tanítás-tanulás. Osztályfőnökök a legkisebb rezdülést, változást is érzékelik tanítványaikon, és azonnal reagálnak. Amennyiben szükséges, szociális segítő, pszichológus is rendelkezésre áll. A tanulási képességek fejlesztését gyógypedagógusok, logopédusok erősítik. Nálunk a tanulás, a tudás érték. 8. osztály után tanulóink a középiskolákban, főiskolákon és az életben is sikeresen megállják helyüket.
Nagyon közel volt a lakóhelyemhez, úgyhogy ha véletlenül otthon felejtettem egy könyvet, akkor nagy szünetben haza tudtam rohanni érte, de persze ez csak vicc. Nagyon jó tanáraim voltak, nagyon izgalmas dolgokat tanulhattam, ugye van egy nagy földrajz, meg egy nagy biológia terem is, biológia-kémia terem is, úgyhogy így izgalmas kísérleteket tudtunk végezni, és rajzszakkörre járhattam annak idején, még ugye amikor kisgyerek voltam, de azért egy idő után kiderült, hogy nekem nem a rajzhoz, hanem inkább az íráshoz van. Hát ha nem is tehetségem, de kedvem, úgyhogy örültem, hogy ide járhattam. Az a tanárnő, aki a rajzszakkört vezette, később ő lett a fölsőben a magyar tanárom is, és nála írtam először verset, aki bátorított, hogy akkor írjak még verseket. Ezt egy ideig csináltam is, de később rájöttem, hogy én nem költő vagyok, hanem inkább prózaíró, sőt nem is inkább nem teljesen. A verseim azért eléggé gyermetegek. Én szeretnék íróként, hát ha nem is megélni, de szeretnék íróként létezni Magyarországon. Nemrég megjelent az első könyvem, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, és tervezem további kötetek kiadását is. Célunk, hogy mindig megújulni tudó, elfogadó gyermekeket neveljünk, és minél több pozitív élményt nyújtsunk. Meggyőződésünk, hogy a bizalom a legnagyobb értéke közösségünknek. Csapatban dolgozunk az iskolánkért és tanítványainkért. Várunk minden kisgyermeket, aki az íjésben szeretne élményszerűen tanulni.